Hivatalosan is 1 éves lett a csatorna! Szóval el kell mondanom nektek, hogy mennyire, de mennyire hálás vagyok azért, hogy itt vagytok, mert tényleg nélkületek most nem lennék itt, mert abbahagytam volna félúton. A helyzet az, hogy elég ilyen adhok jelleggel vágtam bele ebbe az egészbe, ilyen felindulásból jött az ötlet, de elképeszt az, hogy még mindig itt vagyok 1 évvel később, és hogy már 700-an vagytok, ami így módon eldobtam tőle az agyamat, mert elképesztő. Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, aki velem tartott, akár a kezdetektől vagytok itt, akár csak múlt héten érkeztetek, mindegy. Köszönöm szépen, hogy feliratkoztatok, köszönöm szépen, hogy nézitek a videóimat, köszönöm szépen, hogy kommenteltek, lájkoltok meg minden, mert egyszerűen mindannyian elképesztőek vagytok, és azok is, akik mondjuk csak Instagramon követtek, vagy esetleg Instagramon egy-két képemet láttátok, aztán elment a kedvetek tőle, mert borzasztóan fotózok, de hát ez van. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, hogy követtek, és remélem, hogy még sokáig tudjuk ezt az egészet csinálni együtt. Úgyhogy annak érdekében, hogy most így 1 év után még jobban megismerjetek engem, kértelek titeket, hogy küldjetek nekem kérdéseket, és most azokat meg fogom válaszolni nektek. Először a személyemmel kapcsolatos kérdéseket fogom megválaszolni, mert ez a legrövidebb téma, ami feljött. Ezután jön a könyves kérdések, mert ez végül is a csatorna témája, a végén pedig a csatornával kapcsolatos dolgokat fogom elmagyarázni. És hát, akkor most vágjunk is bele. Egyébként többen is kérdeztétek az év alatt, a nevem Karolin, nem Réka, akármennyire is szeretnétek, de annyira nem számít. Szóval Books on the Shelf néven találtok meg mindenhol. Az első kérdés velem kapcsolatban az volt, hogy hány éves vagyok. Idén lettem 20, aki júniusban már itt volt, az tudja, mert a születésnapomon együtt tartottuk meg az első live-ot, ami eddig az egyetlen live volt, mert eddig nem nagyon mertem azóta újat indítani, mert nem tudom, hogy mennyire lenne rá közönség, meg hogy mennyire érdekelne titeket, úgyhogy lehet, hogy később lesz még, de nem garantálok semmit. Tudom, hogy ez elég unpopular ebben az évben, ami annyi sok szörnyűség történt, meg amilyen apokalipszis hangulat van, de nekem ez az év eddig fantasztikus volt. Tényleg minden összejött, amit össze akartam, hogy jöjjön, elképesztően jól sikerült minden, amit elterveztem, hogy szeretnék csinálni, és semmi panaszom nincsen erre az évre, szóval eltűnt. Szóval nálam is jelen van ez a volt március, és most szeptember van. És mi történt a kettő között? Én sem nagyon tudom követni azt, hogy mi történt, mert mi is ugye, ha már akkor hivatalosan nem volt karantén, azért csak dolgozni mentem, mert nem nagyon tettük ki a lábunkat a lakásból. Az egyetlen milyen helyzet, amit nagyon eljárkáltam itthonról, az volt, amikor a képregényeket mentem megvenni, mert azok engem boldoggá tesznek, nem érdekel, hogy ki mit gondol, én boldog vagyok. Úgyhogy igen, a nyári szünet, ez a hús elrepült, pedig nem is csináltam semmit az egész idő alatt. Igen, egyetemen tanulok japán szakon. Nem tudom, hogy a kérdés írója ezt ilyen középiskolás, általános iskolás szinten értette, vagy pedig most az egyetemen. Úgyhogy középiskolában és általános iskolában mind végig a történelem volt a kedvenc tantárgyam, középiskolában ezt követte az angol, de csak azért, mert az angol az nekem nagyon könnyen ment és ilyen pihenős órának számított. Jelen pillanatban pedig a japán nyelvképzés a kedvenc, ami tulajdonképpen maga a japán nyelvóra, mert én tolmácsnak, fordítónak készülök, ezt szeretnék lenni, ha nagy leszek, úgymond. És hát ennek veszem hasznát, de igen, nekem a jelen pillanatban a japán nyelv a kedvencem, középiskolában meg az előtt pedig a történelem volt. Ezzel kapcsolatban a helyzet az, hogy szerintem már említettem, hogy egyébként írtam könyvet, szerintem az első idézetes játékos videóban benne is volt egy idézet az első könyvemből. A helyzet az, hogy én 9 éves korom óta írok, szóval nem ma kezdtem. És van egy novellám is nyomtatásban, ezt mindjárt majd megmutatom. És ugye általánosabban, hogy nagyon szeretek írni, írtam már több könyvet is, az egyiket, ami ilyen nagy
projektem volt, amiben egyébként az időt is származott Drake-nek becézem, mert nem tudtam elnevezni. Az be is küldtem pályázatokra, de hát nem lett belőle semmi, azóta egy beta olvasóktól is megkaptam, hogy ez egyébként miért nem lett jó. Úgyhogy ha egy nap rászánom magam és újraírom az egészet, akkor majd talán ki lesz adva, ha úgy gondolják a felső vezetés, meg úgy gondolja a szerkesztő, meg a kiadó is. Jelen pillanatban azonban elégedett vagyok ezzel az egy novellával. Na és akkor most térjünk is át a nagy témára, és beszélgessünk egy kicsit a könyvekről. A helyzet az, hogy én ezelőtt az év előtt nem számoltam soha azt, hogy hány könyvet olvasom el, nekem nem is számított soha, hogy hány könyvet olvasok. Én úgy vagyok vele, hogy ez a számolgatás elég ilyen felesleges dolog. Nem bántani akarom azokat, akik számolgatják, szimplán csak nekem nem áll érdekemben az, hogy számoljam ezeket. Ennek pedig az az oka, hogy én azért olvasok, mert örömet okoz, akkor olvasok, amikor örömet okoz, és nem akarom kényszeríteni magam, hogy itt vagyok ezzel a idén elolvasok 100 könyvet, ha beledöglök is mindsettel, mert az nekem csak árt. Mert szerintem ezt is mondtam már, hogy nekem azzal a szóval van bajom, hogy kötelező, és ha magam számára teszek valamit kötelezővé, akkor az már nagyon rossz. Szóval most ezzel a to be read listával is eléggé hadilágon állok, mert ha bár már a Shogunnál tartok, mert még csak a Shogunnál tartok, elég nehezen haladok vele azért, mert kötelező is haladnom kellene vele. Több, mint amennyit kihasználok. Igen. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, fogalmam sincs. Én gyerekként, meg most olvasok nagyon sokat, középiskolás éveim alatt szinte egyáltalán nem olvastam könyvet. Ez azért van, mert ahogy már szerintem volt egy videóm is, amiben ezt elmeséltem, hogy én ugye nagyon fanfictionös vagyok, hogy én imádok fanfictionöket írni és olvasni, és középiskolás éveim alatt sokkal egyszerűbb volt az, hogy a telefonomon csak megnyitottam egy random weboldalt és elolvastam a rajta lévő fanfictionöket, mint az, hogy most vadászgassak, hogy éppen milyen könyvhez van kedvem. Úgyhogy középiskolás éveim alatt nem olvastam, így ezt nem tudnám megmondani. Gyerekként rengeteget olvastam, akkor szerintem simán meg lehetett a 100 egy év alatt, de az elmúlt években nem. Jelen pillanatban 52 könyvnél tartok, plusz ugye azok, amik még hátra vannak a to be read listámon. Úgyhogy igen, csináljatok egy ilyen hasraütéses, csettintéses módszert, mondjatok egy számot, és legyen annyi. Szerintem erről már beszéltünk, hogy nekem a legenda a kedvenc könyvben, felteszem szokás szerint a sarokba a kis szetlikét, nekem az a kedvenc könyvem, mert szó szerint megváltoztatta az ízlésvilágomat, szóval miért eljutottam ahhoz a könyvhez, hogy ezt elolvassam, sokkal inkább ilyen fantasy-s, romantikusos lány voltam, azokat szerettem olvasni, miután most a legendát, ez úgy kiment az ablakon, és azóta a fantasy-re még csak rá sem bírok nézni, ha nincs kötődésem olyasmihez, amit a legenda előtt olvastam. Ez így érthető volt? Szóval például, ha mondok egy példát, szóval a Percy Jackson sorozatot azért tudom ma is elolvasni, mert ezt azelőtt szerettem meg, hogy elolvastam a legendát. Ha most kellene elolvasnom a Percy Jackson sorozatot, már nem biztos, hogy tetszene. Úgyhogy igen, a legenda a kedvenc könyvem. Mit jelent, melyik az a könyv, ami miatt megszeretted az olvasást? A Harry Potter sorozat. 7 éves voltam, amikor apukám nagyon rám akarta kényszeríteni, hogy álljak neki olvasni. És elsőre egyébként nem sikerült neki, szóval elsőre a Harry Pottert én nem tudtam befejezni, mert nem kötött le. Pár hónappal később dacból álltam neki megint, mert nála nagyon sok mindent el lehet érni, azzal felkeltitek bennem a dacot. És akkor elolvastam az első részt, és utána sorba fogyasztottam el a többit is. Egyszerűen imádtam, és ez indított el úgymond a könyvmolyság pályáján. És ezt szeretette meg velem az olvasást. Ma már nem tudnám elolvasni a Harry Pottert, újraolvasni se fogom tudni soha, de mindegyik könyv megvan, mindegyiket olvastam, ennél többet nem tudok elmondani. Nekem is van Facebookom, én is szoktam látni ezt mit jelentenek neked a vöröspöttyös könyvek, melyik a kedvenc vöröspöttyös könyvet kérdéseket, amiket a kiadó néha kitesz. Sosem válaszoltam rájuk, ennek az oka pedig az, hogy nekem nincs meg ez a
Úristen, ez a Szent Grál, és csak a vörös pöttyös, és csak ez, és csak az, és ez a kiadó, meg izé. Én úgy vagyok vele, hogy ami tetszik, azt magamhoz veszem, azt ennyi. Azt mondja, aki kérdezte ezt, hogy azért kérdezi, mert látja, hogy nekem ugye a legtöbb könyvem vörös pöttyös. Ennek az oka pedig az, mert ez a korosztály vagyok. Ez a korosztály voltam akkor, amikor azokat a könyveket vettem. Így hát, ez van nálam. Szóval most már kezdek egyre több ilyen rubin pöttyös, arany pöttyös könyveket olvasni, ugye több kiadótól is vásárolok most már. Régen meg ez volt az, amit így tudtam, hogy igen, ez nekem való, akkor csak elhoztam. Ennyi. Úgy kifejezetten ilyen mondandója, hogy nekem ez a tökéletes kiadó és ez a tökéletes könyves besorolásos izé olyan nincsen. Szóval nincs ilyen érzelmi kötődésem hozzá. A közhelyeken kívül az összes könyvét olvastam, az már megint más kérdés, hogy melyik tetszett. Szóval a Remek kettős, illetve az Akkor szakítsunk nem tetszett, ezt egyébként már mondtam is, de ez szokás szerint csak az én véleményem, mindegyik más könyvem meg is van. Meg is mutatom nektek, várjatok egy pillanatot. Szóval, ahogy már tudjátok, ez a Leiner Laura polc. Emögött ugye ott van a Szent Johanna gimi, ott van hátul a Vável, itt pedig előtt a Vexi van, illetve az IUV. Nem. Nem. Nézzetek el nekem, én IOV-t mondok, mert az IOV nem áll a számra, és az iskolák országos versenye az túl hosszú, úgyhogy IOV lesz nekem, nem tudok róla leszokni, bocsánat. Próbáltam már, nem megy. A helyzet az, hogy igen, nagyon várom, mert az előző videóban, amit az IOV-ról készítettem, és mondtam már nektek, hogy szerintem ez a legjobb könyv, amit Laura valaha írt, úgyhogy nagyon izgatott vagyok a következő trilógiához. Viszont azt el kell mondanom, hogy ne várjátok tőlem azt, hogy én el fogom most olvasni. Többször is mondtam nektek, én mindig kivárom, hogy amikor egy szeretett írómnak az új könyve jön ki, hogy az egész sorozat megjelenjen. Ezért van az, hogy például a Percy Jackson új sorozatát még mindig nem olvastam, még mindig nincs meg, mert jövő hónapban jön ki az utolsó rész, úgyhogy karácsonyra fogom az egészet megvenni. Úgyhogy erről is arra számítsatok, hogy megvárom, amíg mind a három kötet kín lesz, és akkor fogom elolvasni az egészet egybe. Én nem vagyok egy nagy fan. Ugye Cassandra Clare elsősorban fantasy-ket ír, szóval gondoljunk akár a pokoli szerkezetekre, akár a csontvárosra, mindegyik egyfajta fantasy. Én pedig ugye nem vagyok egy nagy fantasy-s lány, én nem nagyon szeretem a fantasy könyveket, így nekem nem a kedvencem a Csontvárost, Üvegváros a második rész címe, az első kettőt olvastam, a harmadikat már nem bírtam befejezni. De ez természetesen csak az én ízlésem, szokás szerint, semmi baj nincs azzal, valakinek tetszik. A legjobb barátnőm is egyébként nagyra öngolja a könyveknek, neki nagyon tetszett, ő szereti az ilyesmit, én nem. Ennyi az egész. Az Olympus Féra lenne az utolsó rész az Olympus hősei sorozatban, mert sok Nikó van benne. És végül akkor jöjjön az utolsó szekciója a videónak, ami nem más, mint a csatornával kapcsolatos kérdések. Ez egész úgy kezdődött, hogy 2019 augusztus-július környékén az Alexandra kiadónak volt egy ilyen pályázata, hogy influencereket kerestek, és be kellett küldeni egy ilyen, azt hiszem, egy perces videót, amiben ajánlasz egy könyvet. És akkor én is csináltam egyet a Percy Jacksonról, és ez az, hogy én már azért is nagyon-nagyon szerettem videót vágni, és nagyon-nagyon szerettem forgatókönyvet, még ilyeneket írni, úgyhogy úgy voltam bele, hogy miért ne próbáljuk meg. Amúgy sem volt nagyon mit csinálni, hogy akkor hagytam ki egy évet az egyetem előtt, nem nagyon volt kivel beszélgetnem, viszont el akartam mondani a véleményemet a könyvekre, amiket éppen olvastam, hogy múlassam az időt, és hát ez lett a végeredmény. De szerintem jól jártam. Úgyhogy igen, most már itt vagytok 700-an, én is örömmel csinálom a videókat. Úgyhogy szerintem ez egy győzelem volt. Nézzetek meg a To Be Read listámat az előző héti videójában, és akkor tudni fogjátok, milyen könyvekről várhatok videókat. És végül az utolsó kérdés, amin egyébként nagyon-nagyon meglepődtem, az az, hogy lesz majd valamilyen közösség találkozó. Szerintem ti egy kicsit túlbecsülitek azt, hogy én mennyire vagyok népszerű. Szóval
ugye én úgymond lassan növekedem ezen a platformon, ugye vannak, akik már sokkal régebb óta csinálják, sokkal jobban csinálják, és esetleg nagyobb a közönségük, úgyhogy én úgymond egy kicsi ilyen booktuber vagyok. Nem hinném, hogy még lenne rá úgy kereslet. Nagyon köszönöm, hogy ezt így megkérdezted, meg hogy érdeklődnél ez iránt. Azt szokom csinálni, hogy ha megyek valahova, például ugye, mint amikor a West End tetején volt az a képregényes izé, hogy ha arra jártok, akkor köszönjetek oda, mert én is ott leszek. Úgyhogy esetleg, ha majd ismét elindulnak ezek a könyvhetes valamik, akkor esetleg ott találkozhattok velem. Ezen kívül azonban nem tudok mást ígérni. És így ennyi volt az egész. Köszönöm szépen azoknak, akik beküldték a kérdéseiteket. Ha bármilyen egyéb kérdésetek van, akkor kérdezzétek be a kommentek között. Akik szoktak kommentelni, azok tudják, hogy az esetek 90%-ában válaszolni szoktam. Kivéve a Szent Johanna Gimis videón, a Szent Johanna Gimis videón annyi komment van, hogy már elvesztettem a fonalat. Úgyhogy igen, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben az egy évben, hogy megnéztétek ezt a videót, és hát remélem, hogy jövő héten is találkozunk. Akkor egy unhaul videó lesz, ezzel lezárjuk a szeptembert, és jövő hónaptól ismételten nekiállok könyvajánlókat csinálni. Úgyhogy remélem, akkor is velem lesztek, és hát akkor boldog egy éves évfordulót. Sziasztok!